Megtörtént a csoda, Esem Atomika megkapta az életmentő génterápiát. A 7 éves Galó Tamás Dominik már fél éves kora óta küzd szörnyű betegségével, a gerinc eredetű izomsorvadással. Szülei 2 évig futottak versenyt az idővel, gyűjtést szerveztek kisfiúknak, hogy megkaphassa a világ egyik legdrágább gyógyszerét, a Zolgensmát. Kezelés nélkül az SMA 1-es gyermekek körülbelül 2 éves korukig élnek. A pár éve megjelent Zolgensma génterápia azonban új esélyt adott nekik. A terápia azonban 700 millió forint. Kerül. Az emberek segítségével Tomika szüleinek decemberben sikerült összegyűjteniük a pénzt. Április 3-án pedig végre megtörtént, amire mindenki várt. Tomika Dubajban megkapta a génterápiát. A kezelés segítségével az SMA-s betegek esélyt kaphatnak egy teljes életre. Most már SMA Tomika is azon gyerekek közé tartozik, akik megkapták ezt az esélyt. Hála az embereknek. Tomika édesanyja így fogalmazott a Facebookon. El sem hiszük, hogy annyi nehézség, megpróbáltatás után végre túl van rajta. Köszönjük, hogy velünk vagytok. Tudom, hány szív dobban most érte. Tudom, hogy sokan törölgetitek a könnyeiteket örömötökben a hír hallatán. Ahogy én is tettem, egész délután és most is, amikor nektek írok. Hihetetlen érzés, hogy ennyien a szívetekbe zártátok a mi egyetlen kisfiunkat. Hálásan köszönjük. Tomika hősiesen viselte a kezelést, bár félt tőle. A kórházban még bátorságok levelet is kapott kitartásáért. A család még Dubajban marad, a szülők pedig remélik, hogy Tomika jól viseli majd a mellékhatásokat, és minél hamarabb elhagyhatják a kórházat. De mit üzennél Tomikáéknak? Írd meg kommentben.